Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon különleges ez a mostani alkalom, hiszen egy olyan programot tudok most bemutatni nektek, ami már több éve úgymond a fiókban volt, hiszen 2016-ban, hogyha jól emlékszem, akkor indítottuk el a DSP programot, és néhány év múlva a tapasztalatokat látva dolgoztam ki ezt az úgynevezett ASP aktív sportzonáló programot, viszont csak az idén volt lehetőségem erről részletesen egyeztetni Dr. Limmel, aki jóvá hagyta ezt a programot, és teszt jelleggel június 1-jével elindítottuk két országban. Az egyik az Lengyelország volt, a másik pedig Üzbegisztán, és látva a programnak az eredményeit, néhány apró módosítást végrehajtva, most november 1-től ez a program elindul itt Magyarországon, Spanyolországban és Görögországban, és a későbbiekben pedig az összes többi európai országban, illetve nem csak Európában, hanem a világ számos részén is lehet majd ezzel a programmal dolgozni. Mielőtt rátérnék a programra, csak egy rövid információ arról, hogy mi történt Lengyelországban. Az üzbég eredményekről nincsenek pontos adataim, ott nagyságrendekkel nagyobbak ezek az eredmények, viszont ugye az egy újabb piac, egy még sokkal aktívabb piac, tehát számunkra igazából a lengyel adatok adnak releváns információkat. Tehát június 1-én indult el Lengyelországban az ASP program, és az első három hónap után, tehát a június-július-augusztusi eredményeket, hogyha megnéztük és ezt összehasonlítottuk az áprilisi-májusi eredményekkel, ugye ami még az ASP program előtt realizálódott, akkor azt láttuk, hogy a forgalom van 177%-os, tehát majdnem duplázódás következett be, az új tagregisztrációk száma pedig több mint háromszoros növekedés volt, tehát ezek az eredmények is alátámasztják, hogy ennek a programnak ebben a formában igenis van létjogosultsága. De nézzük is akkor, hogy néz ki az ASP program a részleteiben. Mi is ez az ASP? Ugye az ASP egyrészt egy lehetőség, az azonnali jövedelem szerzése, hiszen ahogy majd látni fogjátok a DSP programhoz hasonlóan, jó néhányszor ugye fogok hivatkozni a DSP-re, ugye heti jutalék kifizetés van a direkt bónuszok esetében. Ugye vásárlási lehetőség ugye az ASP a fogyasztók számára extra kedvezménnyel, illetve, és ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy vezetők, aktív üzletépítők számára, hogy egy motivációt ad a folyamatos teljesítményhez, hiszen mindannyian, akik itt dolgozunk a DXM-ben, tudjuk azt, hogy a marketing terv nagyon jó, ezért is vagyunk itt, viszont ugye a marketing terv soha nem motivál téged önmagában arra, hogy dolgozz, nagyon fontos a saját belső motiváció, mert a DXM-nek úgy is jó, hogyha eléred a gyémánt szintet, és utána néhány évig nem csinál semmit, tehát a visszajött ugyanúgy gyémánt vagy, tehát soha nem lehet visszalépni, hogy a pontok kumulálódnak. Ez hangsúlyozom, nagyon jó, ezért többek közt ezért vagyunk itt mi is a DXM-nél, viszont ugye nincs benne egy plusz motiváció, egy plusz kényszerítő eszköz úgymond a munkatársak felé, hogy folyamatosan aktívak legyenek, ez nyilvánvalóan sok esetben kihat az eredményekre is. Hogyan működik az ASP program, és azon belül is a csomag? Nem nagyon találtam jobb szót ugye a csomag kívül, holott ugye nem egy csomagról van szó, hiszen ugye rögtön az első pontban látjátok, hogy te saját magad tetszésed szerint állíthatod össze a saját ASP csomagodat. Tehát ez egy nagyon jelentős változás ugye a DSP-vel szemben, tehát nem fix csomagok vannak, és hogyha hiába te nem szeretnél mondjuk teát vásárolni, vagy szappan, akkor is ugye benne van a DSP csomagban. Itt ugye teljes mértékben tetszőlegesen állíthatod össze az ASP csomagodat,
Egyetlen egy feltétel van, hogy ennek minimum 100 pont értékűnek kell lenni. Viszont felső határa nincs. Tehát, hogyha te úgy döntesz, hogy 5000 doboz, vagy 5000 csomag, úgymond 3-1-ben kávét szeretnél megvásárolni az ASP program keretei között, akkor ezt megteheted, tehát hangsúlyozom, felső határ nincs, csak alsó, és te állítod össze a termékeket. Tehát akár egy termékből is ezt megteheted, semmiféle korlátozás ezen a területen nincs. Tehát ez egy nagyon jelentős változás. Ugye minden csomag értéke a vásárlástól számított 3 éven belül 100%-ba levásárolható. Ugye, tehát hasonlóan, mint ugye a DSP esetében, illetve ugye a Covid alatt ti promóciók esetében, tehát ha valaki vásárol 100.000 forintért terméket ASP csomag keretei között, akkor ugye az rákerül úgymond az ő ASP számlájára, és ez 3 éven belül kedvezmény formájában 100%-ba levásárolható, ugyanúgy, mint a DSP esetében minden vásárlásból 10%-os kedvezmény van. Nyilvánvalóan ennek a programnak a bevezetésével automatikusan megszűnik a DSP program, hiszen ugye amúgy se vásárolna senki DSP csomagokat, amikor ugye ASP-t sokkal kedvező formátumban tehet meg, hiszen ő rakhatja össze, hogy pontosan milyen termékekből mekkora mennyiséget szeretne vásárolni. Ugye az ASP bónusz kifizetése az hasonló, mint a DSP bónusz, ugye 60% az eső értéknek, a 60% heti kifizetéssel, és ugye 10-5-5% további 3 szinten, aminek ugye havonta van a bónusz kifizetése. Itt jegyezném meg egy nagyon fontos dolgot, hogy dinamikus kompresszió van az aktív szintek között, tehát ez ugye azt jelenti, hogy nem csak a második, harmadik és a negyedik szint között, tehát ugye dinamikus kompresszió alatt ugye azt értjük, hogyha mondjuk van alattad egy munkatárs, aki nem aktív, nem veszi meg a 100 pontját, de ugye ő lenne, aki a második szinteden van, vagy a harmadik szinteden van, akkor ő nyilvánvalóan nem fog kapni 10 vagy 5%-ot, ez föl fog csúszni a következő aktív szintre, tehát akár az is előfordulhat, hogy a 5., 6. vagy a 15. szintű csapattagod, a hálózatodnak a tagja lesz a te aktivitás szempontjából a te második, harmadik vagy negyedik szinten. Illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy ebben az esetben a direkt értékesítés után is, direkt értékesítés esetében is dinamikus kompresszió van. Nem akarok előre menni, mert ezt mindjárt meg fogod majd érteni, hogy lehet az, hogy te nem is adsz el egy csomagot, csak mélységbe történik vásárlás, és te mégis 60%-ot kapsz utána a következő héten. Ez az ASP programnak szintén egy nagyon fontos előnye. A másik nagyon fontos dolog a bónusz kifizetéssel kapcsolatban, hogy abszolút mértékben nemzetközi átjárhatóság van. Tehát ugye jelen pillanatban eddig ennek csak Lengyelország esetében volt jelentőség. Ugye Magyarországon nem indult el az ASP program, de aki itt volt a néhány hónappal ezelőtti webkonferencián, azt tudja, hogy ha ő szponzorált volna valakit Lengyelországban ASP csomaggal, akkor megkapta volna ugyanúgy az ASP bónusz, független attól, hogy Magyarországon elindult ez a program, vagy nem. Ez így lesz a jövőben is, de most már elindult itt Magyarországon, tehát Spanyolországban, illetve Görögországban, illetve természetesen továbbiakban Lengyelországban is lehet ASP csomaggal szponzorálni új munkatársat. És akkor nézzük az ASP szabályait, amik ugye nagyon fontosak, mert ezekre a pontokra nagyon oda kell figyelni. Az egyik az, hogy minden tag, minden díjszem tag, aki független attól, hogy inaktív, aktív, aki valaha regisztrált a DXN üzletbe, automatikusan bekerül az ASP programba, amikor az országban elindul. Tehát nem kell kérni, nem kell jelentkezni, automatikusan mindenki benne lesz november 1-től. Az egyik legjelentősebb változás,
hogy mindenki vásárolhat ASP csomagot. Tehát még ugye a DSP-nél csak az új belépők vásárolhattak, mindenki vásárolhat ASP csomagot, tehát ti is, ugye meglévő DXN tagok, akik itt vagytok, vásárolhatok időkorlát nélkül. Tehát nem fontos az első hónapban megvásárolni, hát úgy mondom, hogy nem kötelező az első hónapban megvásárolni, a másodikban, a harmadikban, vagy a negyedikben, majd el fogom mondani, hogy miért érdemes megvásárolni már akár az első hónapban. Látni fogjátok, tehát nincs semmiféle kötelezettség se az új tagok, se a régi tagok esetében. Ez egy opció, ez egy lehetőség számodra. Az a lényeg, hogy minden DXN kódra egy ASP csomagot lehet vásárolni, tehát egyszer mondhatod azt, hogy ezt a termékmennyiséget te most ASP csomagként szeretnéd megvásárolni, de sem az új, sem a meglévő munkatársak esetében semmiféle időbeli korlát erre nincsen. Ugye nyilvánvalóan ahhoz, hogy valaki részt vegyen a programban, vagy jutalékot kapjon, tehát ASP jutalékot, ugye ez nem egy pilóta játék, nem egy piramis játék, tehát ahhoz nem kell ASP csomagot vásárolni. Tehát jutalékra kell jogosultnak lenni, ugye ami 100 személyes pontot jelent, nem kell ezt a 100 személyes pontot egy számlán megvásárolni, meg lehet vásárolni, nem tudom, 15 számlán is, hogyha valaki Szappanból vagy Fokrémből akarja megvenni. Tehát az a lényeg, hogy adott hónapban meglegyen a 100 pontja az illetőnek, akkor jogosult lesz az ASP bónuszra. Nyilvánvalóan a cég egy bizonyos forgalom után nem tud kétszer bónuszt fizetni, tehát ez azt jelenti, hogy a hagyományos marketing tervben ez a forgalom nem fog megjelenni, az SV értéke, tehát a hagyományos marketing tervben nem fogsz kapni bónuszt, hogyha már egyszer ugye az ASP programban kapod a bónuszt, ez ugyanúgy, mint a DSP esetében. Viszont ami egy nagyon jelentős és pozitív változás, hogy az ITSI pontok azok járnak, tehát ugyanúgy fogsz kapni az ASP forgalom után is ITSI pontokat, ami ugye elősegíti azt, hogy kvalifikálj a következő jutalomutazással. És a lényeg az, hogy a régi tagok esetében az első 3 hónapban semmiféle teljesítmény elvárás nincs. Új tagok esetében ez 5 hónapra vonatkozik, tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, van már jelen pillanatban is egy hálózatod, meghívtad a csapatod tagjait ide, és te megveszed a 100 pontodat, van alattad mondjuk 4 direkt, akik nem aktívak, nem vásárolnak, nem veszik meg a 100 pontjukat, viszont az alatti munkatársak fognak vásárolni akár nagy értékű ASP csomagokat is, és mivel kettőtök között nincs aktív munkatárs, és erről beszéltem az előbb, egy kicsit még ugye homályosan, hogy dinamikus kompresszió vonatkozik a direkt bónuszra is, tehát akár a második mélységben lévő munkatársa, a csapattagod, aki vásárol egy ASP csomagot, de a közvetlen munkatársa az adott hónapban nem volt aktív, nem vette meg a 100 pontját, akkor föl fog csúszni a 60%-os bónusz, és te fogod megkapni a direkt bónuszt. Nyilvánvalóan ebben az esetben nem heti kifizetéssel, hanem majd a következő havi bónusszal, hiszen a rendszernek meg kell várnia azt, hogy hát vajon az illetőnek a szponzor, aki a kettőtök között van, vásárol-e 100 pontért, vagy nem. Tehát ugye azt is lehet mondani, hogy ez egy óriási ajándékpénz lehet idézőjelben számodra, tehát nem csinál semmit, automatikusan bekerülsz az ASP programba, az alattad lévő munkatársak mélységben vásárolnak ASP csomagokat, és te meg fogod kapni a bónuszt úgy, hogy nincs semmiféle elvárás. Ez az első 3 hónapra vonatkozik, új munkatársak esetében pedig az első 5 hónapra vonatkozik, de ugye, ahogy a program nevében is benne van, ugye ez egy aktív szponzorációs program, ezért ugye az aktív szponzorációs feltételeket, azt mindjárt látjátok majd a következőkbe. Azt szeretném javasolni, hogy az elején is kértem, hogy a kérdéseket azt majd a végén tegyétek föl. Hogy ugye, hogyan kaphatsz közvetlen jutalékot egy ASP csomag eladásából? Tehát, ahogy említettem, most beszéljünk először a meglévő tagokról, rólatok, akik ugye már rendelkeztek DXN kóddal, tehát rátok az a szabály vonatkozik, hogy az első 3 hónapban, ha csináltok valamit, ha nem, de alattatok
a meglévő munkatársak által, vagy akár ugye új munkatársak által ASP forgalom generálódik, akkor az első négy szintig ugye 60-10-5% ASP bónusz fogtok kapni. Viszont, hogyha ezt a 60%-os lehetőséget szeretnétek a jövőben is élvezni, akkor aktívnak kell lenni. Mit jelent ez az aktivitás? Az első három hónapban, ugye november 1-én indul ez a program Magyarországon, novemberben, decemberben és január hónapban összesen legalább 6 új munkatársat kell regisztrálni. Ezt megtetitek úgy is, hogy mind a 6-ot novemberben hozzátok be, megtetitek úgy is, hogy mind a 6-ot január utolsó napján hozzátok be. Az a lényeg, hogy a januári hónap zárásával meg kell lenni a 6 új közvetlen munkatársnak, aki legalább 100 pontért vásárolt az első hónapban. Tehát abban a hónapban, amikor ő beregisztrál, 100 pontért kell neki vásárolni, nem kell neki ASP csomagot vásárolni, nyilván, hogyha vásárol ASP programot, akkor ugye automatikusan megvan a 100 pontja, hiszen az a minimális feltétel, tehát nincs ezzel kapcsolatban további kérdés ő felé. Viszont ezt akár megveheti 10-15 számlán is, a 100 pontját, az a lényeg, hogy az adott hónapban, amikor beregisztrált, meg legyen a 100 pontja, a következő hónapban már nem kell lenni meg. Tehát, hogy most 6 új közvetlenül munkatársról beszélünk az első 3 hónapban, tehát, hogyha te valakit beregisztráltál novemberben, megvette novemberben a 100 pontját, akkor decemberben, januárban nem kötelező már megvenni neki a 100 pontját a te kvalifikációt szempontjából. Nyilvánvalóan fontos, hogy megvegye, hiszen ő akkor tud bónuszra kvalifikálni, de a te szempontodból ez már nem fontos, nem lényeges. Az a lényeg, hogy a belépés hónapjában kell meglennie. Ezt nyilvánvalóan nem lehet azzal sem kompenzálni, hogy a belépés hónapjában nem vette meg, de majd a második hónapban megvette. Tehát ez nagyon egyszerű és egyértelmű szabály. A belépés hónapjában kell megvennie neki a 100 pontját. Tehát 6 új közvetlen munkatárs az első 3 hónapban, és a 4. hónapban minden hónapban 3 új munkatársat kell beregisztrálnod, direktben legalább 100 pont értékbe, ahhoz, hogy bennmaradj a programba, tehát élvezd a 60%-os direkt jutalék előnyei. Ugye ez úgy néz ki, hogy mindig az adott hónappal kvalifikálsz a következő hónapra. Tehát ugye most november, december, januárban az a lényeg, hogy meglegyen az összesen a 6, ugye, ha ezt megcsináltad, akkor kvalifikálsz február hónapra, tehát február hónapban számodra tovább él az ASP program, ami azt jelenti, hogy megkapod, hogyha direktbe bárkinek eladsz ASP csomagot, a 60%-ot, az S értéknek a 60%-át a következő héten, vagy alattad valaki vásárol mélységben, úgyhogy köztetek nincsen aktív, akkor azután is megkapod a 60%-ot. Februárban ugye megcsinálod a 300 pontos új belépődet, és ezzel kvalifikálsz a márciusra. Tehát mindig a következő hónapra kvalifikálsz. És ez nagyon fontos, hogy mivel ez egy aktív szponzorációs program, ettől a szabálytól nem lehet eltérni. Tehát, hogyha nem csinálod meg a 6 új közvetlen regisztrációt, akkor soha többé semmilyen más formába nem jöhetsz vissza ebbe a programba, és elestél tulajdonképpen 60%-os direkt értékesítési bónusztól a te kódodra. Nincs változás. Természetesen úgy, hogy a DSP esetében a mélységi bónusz, tehát a 10-5-5%-ot a hálózatodban a második, harmadik, negyedik szinten lévő forgalom után meg fogod kapni, független attól, hogy aktív vagy ebben a programban vagy sem. Tehát itt nincs eltérés, nincs változás, de hogyha egyszer kiestél ebből a programból, akkor nem tudsz visszajönni soha többet, semmiféle. Nyilvánvalóan, hogyha most valaki hoz egy orvosi igazolást, hogy egy hónapig valóban kórházba feküdt, és ez miatt nem tudta ezt megoldani, akkor nyilván az egyedi elvírása esik, de semmilyen más kifogást, amikor valaki nem tudja bizonyítani, hogy valóban egész hónapban korlátozó volt az aktivitásában, akkor kiesik a programból. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem adhat el ASP csomagot. Tehát bármikor eladhat, az olyan személy is, aki kívül van a programból,
mert hogyha úgy ad el egy ASP programot, akkor az egy hagyományos forgalomnak fog minősülni, úgy, mint most ugye, hogyha te eladsz egy DSP programot, és már ugye itt vagy ebben az üzletben akár 10 éve, akkor ugye normál bónusz kapsz neki, az normál forgalomként fog megjelenni a bónusz statisztikában, tehát nyilván az új belépői nem lesznek hátrányba azáltal, hogy te benne vagy a programban vagy sem, ők vásárolhatnak ASP csomagot, viszont te nem fogsz kapni 60%-os direkt jutalékot az SV érték után, és nyilván ez a lényege. És itt szeretném kihangsúlyozni, hogy most ebben a pillanatban emberileg vezetőként óriási a felelősséged, mert te rendelkezel ebben az információval, lehet, hogy vannak alattad 20-50-en százan, akik vagy akár több százan, több ezeren, akik kevésbé aktívak, vagy egyáltalán nem aktívak, nem nézik a Facebook oldalt, nincsenek feliratkozva a hírlevélre, és ők nem értesülnek erről az információval. És hogyha te nem tájékoztatod őket erről a lehetőségről, akkor ők elvesztik ezt a lehetőséget, hiszen nem hallottak róla, nem is tudnak hatúj közvetlen regisztrációt megcsinálni az első 3 hónapban, és esetleg majd fél év múlva, amikor véletlenül hallanak erről a dologról, hogy ez mekkora fantasztikus lehetőség, már nem tudnak visszajönni, mert a szponzoruk, a felsővonaluk nem szól neki. Tehát nagyon fontos, hogy nézzétek át a hálózatotokat, és SOS mindenkit értesítsetek arról a lehetőségről, hogy most itt van ez a fantasztikus új opció, amivel mindenképpen megéri élni. Ugye az új tagok esetében ez a 3 hónap, ez kibővül 5 hónapra, ugye a DSP esetében nagyon sokszor kaptuk azt a visszajelzést, hogy a 3 hónap nagyon kevés egy új embernek, mire beletanul, akkorra már elveszti a lehetőséget, ezért ezt módosítottuk, és 5 hónap áll mindenkinek rendelkezésre, tehát 5 hónapig, ha csinál valamit, ha nem, benne van a programban, ha megveszi a 100 pontját, megkapja a 60% direkt jutalékot, és 5 hónap alatt 5 új munkatársat kell behozni, és onnantól indul neki ugyanaz, mint a régi munkatársaknak, hogy havonta 3 új munkatársat kell hoznod. Azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg tudom, hogy mi jár most a fejedben. Ugye arra gondolsz, hogy hát ez a 3 ez nagyon sok. Nyilvánvalóan a havi 3 az nagyon sok lehet, akkor, hogyha valaki nem aktív, hogyha nem aktívan csinálja ezt az üzletet, illetve a 3 az nagyon soknak tűnhet, hogyha nincs a kezedbe egy ilyen lehetőség, mint az ASP csomag. Viszont én azt gondolom, hogy aktívként, aktív üzletépítőként 3 új regisztrációt megcsinálni ASP csomaggal, amire azt lehet mondani, hogy effektív ingyen van az új belépő számára, hiszen vissza fogja kapni 100%-ban az ASP csomagnak az értékét, akkor én azt gondolom, hogy ez a 3 ez inkább a semmihez közelít, vagy a nagyon kevéshez közelít, mint a sokhoz. Nyilvánvalóan, hogyha ezt a 3-at lecsökkentenénk egyre vagy kettőre, akkor pont a program vesztené el a jelentőségét, hiszen ugyanúgy jutnánk vissza, hogyha egyet behozni, hát azt a kettőt azt nagyon könnyen ilyen, meg lehet fölírsz 2 ismerősödet, és akkor benne maradtál programba. Tehát nagyon fontos volt, hogy a 3 volt az a legkevesebb szám, amivel még aktívnak lehet levezni ezt a programot. Természetesen tudjuk azt, hogy vannak olyan hónapok, amikor egyéb okok miatt kevésbé aktívak az emberek. Ez lehet egy nyári hónap, amikor szabadságra megyünk, vagy ugye itt Európában nálunk ugye a karácsony a főünnep, tehát nyilvánvalóan decemberben nem mindenki az üzletre fókuszál már, és akkor nem szeretné magát azzal stresszelni, hogy hol van a 3 embere, habár nyilvánvalóan a karácsony is egy remek lehetőség, hiszen lehet, hogy olyan rokonokkal találkozik az ember, akivel évközben nem, tehát ez egy szponzorációs lehetőség szintén. Tehát gondoltunk erre a felvetésre is, és ezért van lehetőséged arra, hogy kérvényezd az aktivitásodnak a felfüggesztését, ami azt jelenti, hogy abban a hónapban nem kell behoznod a 3 új munkatársat, és ez egy naptári évben maximum 2 hónapra kérhető. Tehát
nagyon fontos ugye, hogy azt mondod, hogy most te júliusban elmész nyaralni, akkor júliusban egyszerűen kéred az aktivitásodnak a felfüggesztését, ez egy automatikus folyamat, tehát nem kell engedélyeztetni, illetve azt mondod, hogy decemberben te nem szeretnél ezzel foglalkozni, és akkor a második hónap mondjuk, vagy a másik hónap mondjuk lehet a december, vagy mondjuk a lengyel munkatársadnak a nagy része, az például most októberben kérte a programnak a felfüggesztését, hiszen nagyon sokan Maláziában akár mint kvalifikáltak, akár mint fizetősek kim voltak, vagy még most is kim vannak, tehát ugye több ideig meghosszabbították a nyaralást úgymond, és így most nem kell magukat stresszelni ez miatt, ugyanúgy bent maradnak a programban. Tehát a szabályok nagyon egyszerűek, két hónapra kérhető, de két egymás követő hónapra, nem egy nap per évben. Mindig előre kell szólnod, tehát nem lehet az, hogy a hónap végén szólsz, hogy hát bocsánat, ez volt a inaktív hónapom, amikor már látod, hogy nem tudtál behozni három új munkatársat. Tehát ez mindig előre, nagyon egyszerűen az e-word-ben egyszerűen van egy kis menüpont, és ott bejelölöd, hogy aktivitás felfüggesztését kéred, ezt a hónap 5. napjáig éjfélig meg kell tenned, utána már ezen nem is lehet változtatni, és akkor nincs elvárás arra vonatkozóak, hogy hány új tagot szponzorálsz. Természetesen az is benne van a pakliban úgymond, hogy annak erre, hogy nem vagy aktív, mégis szponzorálsz akár 3 vagy 4 embert, szintén nem mondhatod a hónap végén, hogy bocsánat, mégsem ez volt a inaktív hónapon, mert sikerült megcsinálni a 3-at. Tehát, hogyha egyszer azt mondod, hogy ez az inaktív hónapod, akkor az már inaktív lesz. Természetesen, hogyha szponzorálsz új embereket, ugyanúgy megkapod utánuk a 60%-ot. Az inaktivitás arra vonatkozik, hogy nincs elvárás új regisztráció irányába ahhoz, hogy benne maradj a programban. És nagyon fontos, hogy nyilván ennek a felfüggesztésnek nincs értelme az első 3 hónapban, vagy új tagok esetében az 5 hónapban, tehát ezért nyilvánvalóan most ti ezt nem tudjátok kérni november, december, januárra, de ez nem is szükséges, hiszen ugye eleve csak 6-ot kell behozni a 3 hónap alatt, tehát eleve, hogyha most a havi 3-at számoljuk, akkor az azt jelenti, hogy igazából ez csak 2 hónap, tehát a decembert akár ki tudod venni. Tehát ennyit az aktivitás felfüggesztéséről, és szerettünk volna beletenni még valami nagyon motiváló, nagyon extrát, hogy az elején nagyon jól induljon tulajdonképpen ez a program, ezért az elnök úr felajánlott, vagy elfogadta ezt a javaslatot úgymond, hogy az első 3 hónapban minden országban, amikor elindul a program, akkor minden pontérték, ami ASP csomagban generálódik, az duplán számít. Ugye mit jelent ez? Te úgy döntesz, hogy vásárolsz, nem tudom, 200.000 forintért egy ASP csomagot a kedvenc termékeiddel, aminek nem tudom, 400 pont az értéke, most hasonlítottam, ez nem biztos, hogy pontosan így van, egy körülbelül számot mondtam, akkor az nekem nem 400 pontot fog jelenteni a marketing tervben. Nyilvánvalóan csak a 400 pont SV értéke után fogod megkapni a bónuszodat, de kvalifikációs szempontból ez 800 pontot fog neked jelenteni, sőt nem csak neked, az összes felső vonaladnak, hiszen ugye a DXM marketing terve az ugye kumulatív. Tehát ez kizárólag az első 3 hónapra vonatkozik, és ezért érdemes az első 3 hónapban ASP programot, ASP csomagot vásárolnod, tehát hogyha ezen gondolkozol, hiszen a kvalifikációban sokkal előrébb tudsz menni, illetve az alsó vonalaidat is ezért érdemes arra ösztönözni, hogy most vegyék meg az első 3 hónapban az ASP csomagot, hiszen ezáltal mindenki hamarabb tud star agent lenni, a star agentek által hamarabb tudnak gyémántok lenni, tehát ezért látjuk Lengyelországban is, vagy Üzbegisztánban is, hogy jó néhány ember az első 3 hónap alatt több szintet is tudott lépni, illetve akik nem tudtak lépni több szintet, vagy akár egyet se, azoknak is olyan mértékben nőtt a hálózatok, hogy az első következendő hónapokban
többen fognak újabb és újabb szintekre kvalifikálni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen kihagyhatatlan extra ajánlat, amivel mindenképpen érdemes élni. Ennyi volt röviden az ASP programnak a száraz része, tehát a technikai bemutatója, a szabályoknak a bemutatója, és szeretnék most arról beszélni egy kicsit, hogy fog ez kinézni itt Magyarországon november 1-től, mik a teendői, illetve milyen egyéb lehetőségek állnak a rendelkezésedre. Az első, hogy a magyarországi vezetők és további vezetők jelentkezését várjuk, hiszen ez egy csapatmunka, webkonferenciákat fognak jövő héten hétfőtől rendszeresen tartani. Minden hétfőn 19 órától ugyanezen a linken, tehát nem azon a linken, ami most ide bejöttél, hanem azon a dxm.hu/ASP webinár, tehát ami a hírlevélben is benne volt, tehát az ugye az egy átirányító link, tehát ez a fix link mindig. Ez azért van így, hogy ne kelljen keresgélni, mindig tud, ez mindig egy más Zoom szobába lesz majd átirányítva, tehát azért ne a Zoom szobának a linkjét használt, mi se azt használjuk. Tehát mindig itt lesznek a webkonferenciák, hétfőnként 19 órától az érdeklődőknek, tehát ide kell, ugye most kértem azt a hírlevélbe, hogy ne hívj erre a webkonferenciára érdeklődőt, hiszen ez a meglévő tagoknak szól, de az érdeklődőknek minden hétfőn 19 órától fognak a magyarországi vezetők tartani webkonferenciát. Ugye ez abban lesz más, hogy fognak egy kicsit beszélni a DXR-ről, a háttérről, hiszen ugye új munkatársaknak szól, termékekről is, és ez szól az érdeklődőknek, és a már meglévő tagoknak pedig a stratégiáról, tapasztalatokról minden héten csütörtökön 19 órától lesz webkonferenciát. Az első héten, tehát a jövő héten Faragóné Keserű Judit fogja tartani mindkét webinárt, és a többire pedig majd várjuk a további vezetők jelentkezését, hiszen folyamatosan minden héten szeretnénk megadni ezt a lehetőséget, főleg ugye az új munkatársaknak, hogy ők, akik még nem rendelkeznek tapasztalatokkal, tudják meghívni az új érdeklődőiket ugye a hétfő esti webkonferenciákra. És ezen kívül igyekszünk nyilvános bemutatókat is szervezni, hát a magyar vezetők több nyilvános bemutatót is szerveznek. Ugye november hónapban a következő városokban és a következő dátumokon lesz nyilvános előadás. Ugye november 4-én ugye a budapesti nagy rendezvényen lesz szó az ASP programról, november 10-én Kaposváron, 16-án Debrecenben és Sopronban, 18-án Szegeden és Szolnokon, 21-én Pécsen és Pakson, és 22-én pedig Miskolcon. Ezek a novemberi programok. Várjuk tőletek majd az észrevételeket, hogy melyik városokban szervezzünk még, illetve nyilvánvalóan még a novemberi programok is bővülhetnek. Ezek a már fix programok, illetve már folyamatban van a programok, a decemberi programoknak a szervezése is. Ugye a kommunikációra létrehoztunk egy privát Facebook csoportot, dxn.asp.hu címmel, ez nem látható, tehát aki szeretné, hogy meghívjuk ebbe a csoportba, én próbáltam már ma, volt néhány percem már néhány munkatársat meghívni, de nyugodtan jelezzétek a szponzorotoknak, a felsővonalatoknak, Józsiéknak, Spek Józsiéknak, Faragó Juditéknak, illetve a Cérna Szabijéknak, hogyha az ő csapatukba tartoztok, hogy hívjanak meg benneteket ebbe a csoportba, és itt lesznek mindig naprakész információk, tehát itt lesznek a plakátok fönt, hogy melyik városban, mikor van rendezvény, ide fogunk föltenni olyan kérdésekre, válaszokat, amik gyakran fölmerülnek a program értelmezésével kapcsolatban. Tehát ez nem egy nyilvános csoport, egy privát csoport, csak DXN tagokat hívunk ide meg, illetve DXN tagoknak fogadjuk el a jelentkezését, tehát kérjétek a felsővonalatokat, hogy hívjon meg ide benneteket, illetve hogyha ide a csecsámba majd a végén, a kérdések után nem most beírod, hogy szeretnéd, hogyha meghívjunk téged, akkor a Facebook linkedet, azt a profilodnak a linkjét tedd be, és akkor amelyiknek az ismerőse vagy, akkor meg fogunk téged mindenképpen hívni.
És néhány dolgot szeretnék elmondani a stratégiáról, hogy ne csak egy programot kap, ne csak egy lehetőséget kap egy kezedbe, hanem egy konkrét útmutatót is, hogy mi akkor a teendőd mától. Ma este reményem szerint már ugye úgyse tudsz aludni, hiszen azon jár az eszed, kalkulálgatod, hogyha csak a meglévő munkatársaid vásárolnak nagyértékű ASP csomagokat, akkor idézőjelben munkanélkül hány százezer forint lesz már a következő héten a jutalékod, ami abszolút valós, tehát ugye ami nagyon jóleső érzés volt Lengyelország esetében, hogy láttuk azt, hogy vezetők elkezdtek úgymond hirtelen nagyon nagy pénzeket keresni az eddigi jutalékok közül, tehát nem egy esetben láttam ilyen heti 1500 euró feletti bónuszokat, ami annak hatására volt, hogy nyilván egyrészt aktívak lettek, a másik pedig ugye, hogy a meglévő hálózat tagjai vásároltak. Tehát először is egy videót szeretnék a figyelmetbe ajánlani, ugye Timum Urbánnak a TED videóját, azt kell mondjam, hogy nekem a kedvenc videóm, még a Simon Sineknél is jobb tulajdonképpen, és több mondani valója van egy üzletépítő számára. Illetve nem csak egy üzletépítő számára, hanem azt gondolom, hogy minden ember számára. Úgyhogy, hogyha beírod a TED-nek a keresőjében a nevét, akkor föl fog jönni ez az előadása, és magyar felirattal megtekinthető. Hát, hogyha megnéztek, hogy ott a képen, nem tudom mennyire látszik a zoomon, eddig több mint 68 millió alkalommal nézték meg ezt az előadást, tehát már ez a garancia arra, hogy hát ez egy nagyon komoly mondani valóra rendelkező előadás, ez mellett pedig fantasztikus showman, tehát nagyon, nagyon jókat lehet nevetni az előadásán, ahogy bemutatja ezt a nagyon valós problémát, hogy hajlamosak vagyunk halogatni az életünk során nagyon fontos dolgot, és azért is ezt javaslom először megnézni, hogy megérts, hogy most nincs itt ideje a halogatásnak, most ez a 3 hónap van, meg kell csinálni azt a 6-ot, meg kell csinálni minden hónapban azt a 3-at, hogy nevezd el ezt a lehetőséget, és hosszú távon tud élvezni ennek a 60%-os direkt bónusznak az előnyeit. Ugye mit jelent ez a hosszú táv? Ugye nyilvánvalóan nem időtlen időkig kell hozni a havi 3-at, egészen addig a pillanatig kell csak hoznod, amíg nem éred el a koronambaszador szintet. Attól a pillanattól kezdve, hogy a koronambaszador vagy, nem kell már hoznod 3 új belépőt, hiszen elérted a karriernek, a DXN karriernek úgymond a csúcsát, és hogyha koronambaszador vagy, és csak fél évente 2 embert hozol be az üzletbe ASP csomaggal, akkor is meg fogod kapni a 60%-ot. Ugye a második dolog, hogyha megnézted ezt a videót, lehetőleg még ugye ma este a webkonferencia után, egy rövid videó, ha úgy emlékszem 20 perc alatti, akkor a következő, ugye, hogy kezd el használni a naptáradat. Tehát nem szeretném most elmondani ugyanazokat a dolgokat, amiket már nagyon sokszor elmondtam, amikor ott vannak a YouTube csatornánkon, a DXN MLM YouTube csatornáján több nyelven, hogy igazából az üzleti sikered az azon múlik, hogy a rendelkezésedre álló időt milyen hatékonysággal használod ki. Tehát nagyon egyszerűen elő kell venni a naptáradat, és az elmúlt 3 hónapra, elkövetkezendő 3 hónapra be kell írni a naptáradba, hogy ez a te DXN üzleti idő, és ezt senki nem érintheti meg. Ugye a lengyeleknél viccesen, hogy azt mondtam nekik június 1-én, hogy nektek most a nyár az majd ősszel fog kezdődni, és nyilván nem akarom azt nektek mondani, hogy a karácsony az majd februárban lesz nektek, de nyilván a karácsony az most van, és az egy szent ünnep, de most egy kicsit jobban kell erre a dologra fókuszálni, hogyha élvezni akarod ennek valóban hosszú távon az előnyeit. Ugye, mik a teendőid? Ugye, beírtad a naptáradba, hogy ezek a DXN üzleti időid, és ez tényleg arra fekteted be, hogy megoszd az információt erről a fantasztikus lehetőségről, a termékekről, az ASP programról, és ezt nem érintheti senki más. Ugye most ezzel a programmal, ami én azt gondolom, hogy egy kuriózum a direkt értékesítés világában, más cégeknél ilyen
előnyökkel rendelkező program nem érhető el. Tehát ez egy remek lehetőség arra, hogy odaülj az Elvörd elé, lenyisd a teljes struktúrádat, és mindenkit, akinek tudod az elérhetőségét, megkeres és elmond nekik, hogy itt van ez a program, ugye rögzítve lesz ez a videó, tehát néhány órán belül meg lesz osztva ott azon a Facebook oldalon, illetve a DXLMLM YouTube csatornáján elérhető lesz, tehát meg tudod osztani, le tudod tölteni, és akiknek nem tudod az elérhetőségét, akkor a vezetőknek, tehát akik köztetek van, attól megpróbálod megkérni. Ugye én nagyon elfoglalt vagyok egyéb dolgokkal, nincs most olyan rálátásom a magyar piacra, de annak idején a lengyel piac esetében ugye kiverekedtük azt, hogy a GDPR szabályok mellett, de kiküldése kerüljön minden tagnak egy SMS üzenet és egy e-mail üzenet. Nem tudom, hogy ez most Magyarországon hogy áll, mert ha Lengyelországon meg tudták csinálni, akkor Magyarországon is meg tudták csinálni. Tehát javaslom, hogy bombázzátok ezzel minél többen a kanti menedzsert, és akkor ez biztos nem fog elmaradni. De ne várj másra, te keresd meg az összes munkatársadat. Aztán ugye egy remek lehetőség ez a program arra, hogy azok, akik az elmúlt években, elmúlt hónapokban, függetlenül attól, hogy mikor csatlakoztál az üzlethez, elutasítottak téged, hogy nem tetszik nekik ez az üzlet, nem lehet vele gyorsan pénzt keresni, bármilyen más kifogás, most újra megkeresd őket. Tehát én azt gondolom, hogy ennél jobb eszköz nem lesz a kezedben arra vonatkozólag, hogy az üzleti oldalát megmutasd a DX-ennek. Tehát ugye sorrendben először a jelenlegi csapatod, utána akik elutasítottak megkeresése, és utána pedig csak azt a klasszikus szabályt követve, hogy ugye nem vezetőket, nem üzletépítőket keresünk, hanem olyan embereket, akik tudják, hogy mit jelent az, hogy kávé, akik kávét fogyasztanak, és egyszerűen megosztani velük a DX-en kávét, és ezt a hozzá kapcsolódó kiváló lehetőséget. És ugye én soha nem rajzoltam köröket, és nem mutattam azt, hogyha felszorozunk számokat, akkor mennyi idő lehet nagyon nagy pénzt keresni. Ugye ez az ASP program esetében nagyon nehéz is volna, hogyha még ilyet is akarnék tenni, hiszen nagyon sok benne a változó. Tehát viszont te nyugodtan leülhetsz és elkezdhetsz arról kalkulálni, hogy mi van akkor, hogyha te ilyen értékben értékesítés csomagokat és alatta is ez fog történni, hogy milyen óriási üzleti lehetőség van benne. Én csak ugye egy példát szeretnék majd mondani, hogy az 50 csomag kávénak mi a titka tulajdonképpen, és én azt javaslom, hogyha megengedheted magadnak, akkor investálj bele ebbe az üzletbe, és vásárolj most 50 csomag kávét, és azt add oda 50 embernek. Hoztam egy kis matekot tulajdonképpen, hogy hogyan is kellene kinézni a saját vásárládnak, hogyha már te egy elkötelezett DX-en fogyasztó vagy. Nézzünk egy nagyon, nagyon alap példát, ugye 100 pontnál valamivel többet vásárolsz minden hónapban, jelen pillanatban tételezzük fel, hogy ez a te saját fogyasztásod. Ezt mondom csak egy példa, ez lehet ennél több is, kevesebb nem nagyon, hogyha ugye bónuszra akarsz jogosult lenni, tehát számoljunk evel a kerek számmal 50 ezer forinttal. Ugye mi fog történni? Ugye 3 évig tart az ASP program a visszatérítés szempontjából, tehát ugye, hogyha te vásárolsz bármilyen ASP csomagot, akkor a cég 3 évig adja vissza azt neked kedvezményként. Tehát nézzük azt, hogy mi történik a te esetedben. Minden hónapban 50 ezer forintért vásárolsz, eddig is annyiért vásároltál, tételezzük fel, hogy a jövőben is ennyiért fogsz vásárolni. Ez ugye 3 év alatt pontosan 1.800.000 forint. Az 1.800.000 forintnak a cég a 10%-át tudja visszaadni számodra, ami ugye 180.000 forintot jelent. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy a maximális előnyt kihasználd úgy, hogy közben nem növekszik a saját fogyasztásod, akkor azt kell, hogy mondom, hogyha 180.000 forintért most vásárolsz egy ASP csomagot, akkor az neked teljes mértékben ingyen volt, anélkül, hogy bármi szokásodon változtatnál, minden hónapban megveszed 50 ezer forintért a 100 valahány pontodat,
és 10% kedvezményként visszakapod ezt a 180 ezer forintot. Én viszont azt mondom, hogy ha ezzel a matekkal úgymond egyetértesz, akkor tedd még hozzá az 50 ezer forintodat, ugye, amit amúgy is megvennél, és vedd meg a szokásos termékedet, és a 180 ezer forintért vegyél 3-1-ben kávét, vagy black kávét, vagy krém kávét. Teljesen mindegy, hogy milyen kávét, nem neked lesz. Ugye, ez körülbelül azt jelenti 3-1 kávé esetében, hogy meg tudsz vásárolni 28 darab Lingzi kávét. Ez igaz, hogy most ki kell fizetned, ez egy befektetés tulajdonképpen, de igazából egy teljesen kockázatmentes befektetés a példa alapján, hiszen ez neked 100%-ba vissza fog jönni. Hogyha nyilvánvalóan jelen pillanatban te fogyasztásod stabilan havonta 60 ezer forint, 70 ezer forint, vagy annyira vásárolsz, mert van esetleg egy-két fogyasztód, akinek tovább értékesíted, vagy nagy a család, akkor nyilvánvalóan ez a 180 ezer forint, ez ennél magasabb lehet, ezért mind vásárolhatsz kávét. És mit kell tenned tulajdonképpen? Egy nagyon egyszerű feladatod van, ezeket a kávékat oda kell adnod különböző embereknek, hogy kóstolják meg. Ugye a technikát már ismeritek, csak lehet, hogy nem használjátok a mindennapokban. Ugye mondhatjátok neked azt, hogy itt van ez a kávé, hogyha visszahozza a fél zacskót, vagy akár csak egy tasakot belőle, akkor ez neki ingyen volt, és rájött csak a végén kifizetni az árát, hogyha ő teljes mértékben elégedett volt. Tehát ez a te személyes kockázatod, a személyes ajánlatod neki, és azt fogod észrevenni, hogy az emberek nagy része azonnal ki akarja fizetni a termék árát, hiszen te nem nyomtad, te nem eladtad, hanem csak egy lehetőséget biztosítottál a számára, és csak néhányan lesznek azok, akik jelnek ezekkel a lehetőséggel, és majd a végén akarják kifizetni. És az a lényeg, hogy amikor ugye ilyen formában eladtál, átadtál egy kávét, azon már rögtön tudsz venni egy újabbat, és egy újabb embernek tudod adni. És én azt gondolom, hogy ha nagyon negatív statisztikát nézünk, és azt mondjuk, hogy 10-ből csak egy ember fog beregisztrálni, 10-ből csak egy ember fogja azt mondani, hogy ez a kávé csak hosszú távon érdekel, akkor is ugye a 28, az ugye kb. 30 doboz vagy zacskó kávé, akkor már megvan a 3 regisztráltat. Tehát igazából keresni kell 30 darab kávéfogyasztót, akinek odaad a 30 doboz kávé, és ebből 3 be fog regisztrálni, és megvan tulajdonképpen a kvalifikációt, hogy bemaradja az ASP programba. Úgyhogy ezt a folyamatot kell végigmenni, nem szeretném tovább ezt bonyolítani, mert ez attól nagyszerű, hogy egyszerű, viszont szeretnék mi is még valamit hozzátenni nektek, valami meglepetést, valami ajándékot ehhez a programhoz, ami nem a DXN ajándéka, hanem a miénk. Ugye néhányan emlékeztek, hogy néhány évvel ezelőtt írtam egy könyvet, ugye én nem a könyvüzletben vagyok, hanem a DXN üzletben, és ez miatt nyilvánvalóan a könyvet nem promózom ilyen nappal is, és nem ebben kelek és fekszek. Van egy kisebb raktárkészletünk, hiszen úgy értem meg kinyomtatni a könyvet, hogy nem 1000 példányban nyomtattunk, hanem több ezer példányban. Itt Magyarországon több mint 3000 példány elkelt ebből a könyvből, és most szeretnénk felajánlani nektek a készlet erejéig egy olyat, hogy aki ASP csomagban legalább 28 kávét vásárol, tehát követi az előbbi példát, annak ugyanennyi könyvet adunk. Miért adunk annyi könyvet? Nem azért, mert sokkal itt van, hanem azért, hogy mint egy üzletépítési eszköz tudja ezt használni. Tehát magyarul a kávé mellé, amikor valakinek adod a kávét, akkor adsz mellé egy könyvet is, és ugye ennek a könyvnek az volt a célja, hogy eloszlassa azokat az előítéleteket, amik ugye nagyon sokszor jogosan a fogyasztók, vagy az emberek fejében vannak az MLM-mel kapcsolatban, és igazából ez a könyv ugye tényeket sorol föl, hogy mi a különbség ugye a valós MLM üzlet és a csalás, piramisjáték és egyéb verziók között, hogyan tudják ezt megkülönböztetni, és hogy valóban egy korrekt MLM cégben hosszú távon lehet passzív jövedelmet tenni. Tehát ezen mi ajánlatunk, logisztikailag meg fogjuk oldani, már 4-én is elérhető lesz a könyv, tehát aki és a top vezetőknél lesz egy jelentősebb készlet, tehát azonnal hozzá tudtok jutni, nyilván a postázást azt
nem tudom vállalni, de a rendezvényeken, illetve személyes átvétellel a vezetőkön keresztül elérhető lesz ez a könyv.